Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, a Détokernőt hallják a felvidéki magyar sportcsatorna Dunaszerdei stúdiójából, ahonnan utólag közvetítjük a Szlovák Kupa második fordulójának mérkőzését a Mátyusföldi Foci Akadémiáról. Jelentkezünk, azaz Felső Szeliből, ahol a 6. liga déli csoportjának újonca, a Felső Szeli és Tallós közös csapata a Párkányt fogadja. Ugye már az első körben egy szenzációs győzelmet arattak a szeliek, akik most sárga-kékben fogadják a fehér-feketében érkezett Párkányiakat, hiszen a 3. ligás nagyölvedett 11-es párbaj után a mindössze 17 esztendős tinédzser, helyi kapus tehetség Kaprinai Filip bravúrjainak is köszönhetően büntetőkkel kiütötték a 3. ligás ölvedet a szeliek, hasonlóra készülnek az 5. ligás Párkánnyal szemben is, amelynek soraiban ott van 16-ossal, épp most gurította tovább a labdát Saláta Kornél, a Párkányi legenda, Garamkövesdi pontosabban, és visszatért most a nevelő egyesületéhez 38 esztendősen a 40-szeres szlovák válogatott játékos, aki megjárta a VB-t és az EB-t is, és hát profiskodott többek között Oroszországban is. Saláta Kornél 16-ossal játszik, majd nézzük Bábszki Tamás, a Párkányiak mestere, aki tavaly még játszott, hiszen csak 38 esztendős, az egykori csatár. Azt mondta, hogy most már vannak szerencsére fiatalok, akik helyettesítik őt, tehát teljes mértékben már csak az edzői munkára összpontosít Bábszki Tamás. A következőknek szavazott bizalmat a kapuban 13-assal Magyarics Ákos, a védelem jobbról a csapatkapitán Saláta Krisztián, 16-ossal a bátyja Saláta Kornél, 8-as Patrik Hornyan, 12-es Michal Kovács. A középpályáson jobbról 6-os Mánya Andres, 22-es Mánya Andres, 6-os Molnár Erik, 17-essel Pintér Tibor, és a csatársorban 20-assal Nikolas Gyurács, és 15-össel Varga Tamás. Johancsik Patrik, a szeliek mestere, ezt a 11-et küldte pályára. Kapuban a hős kapus Kaprinai Filip, hiszen az első számú portás Kovács Tomi még mindig sérülései bajlódik, bár lehet, hogy napokban már elkezdheti a munkát egy új in húzódás miatt. Ugrott be a múltkori meccsen Kaprinai Filip, és lett a meccs hőse, hát ma is hasonlóra készülnek. Kérdeztem Johancsik Patrikot, gyakorolták-e a 11-est, azt mondta természetesen igen, de az lenne az igazi szenzáció, ha a rendes játékidőben sikerülne megverni a Párkányt, bár mondta, hogy azért az emóciókat ugye picit hűteni kell, hiszen ennek a párharcnak a győztese a Bős Dac párharc győztesével játszik majd, és mivel a Felsőszeli klub ünnepeli idén a 90. születésnapját, ezért remélik, hogy a Dac jut tovább Bősön, és a Dacot fogadhatják majd a sárga kékek, tehát a sárga kékeket, de a mai napon a sárga kéket Johancsik Patrik védencei ebben az összetételben léptek pályára. Kapuban Kaprinai Filip 1-essel, a védelem jobbról 4-es Varga Krisztián, 5-ös Rencés Gábor, 23-as Ivo Mincsic, 7-es Vlado Fuják, a középpályáson 8-as Luba Jankaj, 22-es Pavlovics Robert, 9-es Peter Martinka, a két szélső 11-essel Hugo Paulo, és 17-essel Keresztesi Nikolas, és az előretolték a Dunatőkésről származó Kanóc József, aki a Puskás Akadémiától került vissza a csalló közbe. És ezt pedig jobban is megoldhatta volna Kovács. Lecsúszott a lábáról, így aztán könnyedén hárított Kaprinai Filip. Jankaj.
egész mélyen hátul. Pavlovics, Pintér, a magyarországi légiós, a középső kopasz Szoldokról segíti a Párkányiakat. 34 éves a magyar légiós. Nem volt azért annyira veszélyes, hátra fejelte könnyedén Horjan. Magyarics. Saláta Kornél, Hornyan. Pintér lépne vissza, és Martinka látta, hogy kinn a kapus, de hát hiába látta, mert jó 35 méterről megpróbálta ugyan átemelni a Párkányi hálóőrt, csak hogy legalább 5 métert tévedett Peter Martinka. Hornyan, Pintér. Fuják gondban, aztán a rutinos bal hátvéd szerelés már indít is. Paulo, mintaszerű szerelés Saláta Krisztiántól. Fuják. Egyelőre nincs jelentkező. Jankaj határozottan közbelép. Nem csak határozottan, hanem szabálytalanul is, de hát a Szelje gattúzója, aki Bősről érkezett, Mincsiccel és Molnár Jakabbal együtt, Jaki továbbra is sérüléssel bajlódik, még mindig járógipszet hord, rásérült a régi talp fáradás és talpcsont törésére, de szerencsére most nincs eltörve, de minden esetre Molnár Jakab bal szerencsés, hiszen az első meccsén a 10. percben megsérült. Varga Krisztián, Kanóc nem tudtam megcsúsztatni, Hornyan, Saláta Kornél, Molnár Erik, Mánya Anders, még mindig Mánya Anders. Mincsit tereli szögletre, megvan az első meccs sarokrúgása, a Párkányiak ívelhetik be. Bemutatja a figurát Pintér Tibor, és Kanóc jött hátra, és ő fejelte ki. Veszélyesen jöttek ott Salátáék, Pintér hagyja, Molnár Erik és Pavlovics határozottan szerel. Kovács dobhat. Horváth Tamás, Varga Tamás, de ez már kintről szállt vissza a beívelés, egyébként Varga Tamás is már elég rutinos, hiszen 37 esztendős az előretolt csatár. Mellette Nikolasz Gyurács, a fiatal vér, a csikó, a futóember, a valószínűleg Varga Tomi 37 esztendősen már nem fog sprinteket vágni sorba, Rencés Gábor. Jankaj maradt most hátul a söprögetőben, Mincsics, Fuják, ez is jónak tűnik még. Hornyan jött hátra és bólintotta Magyaricshoz, Saláta Kornél.
Hornyan. Egyelőre szó sincs letámadásról, de hát nem is kell. Abban elég nagy a kockázat, ha kinyitanak a szeliek. Megpróbált labdát szerezni Martinka. Becsúszva. Molnár Erik azonban ügyesebb volt és gyorsabb. Gyurács jött egészen mélyen hátra. Pintér. Saláta Kornél. Mesteri indítás. Az öcskösnek. Krisztián azonban ezt elrontotta. Senkinek nem volt jó a visszagurítás. Kanóc feje fölött elszáll. Hordyan, Saláta Kornél. Molnár Erik. Hornyan. Pintér. Hornyan. Saláta Kornél. Varga Tamás fejeli le, és hiába lő. Mánya Anders hiába tüzelt, mert már les volt. Santa egyébként, Tibor Santa. A játékvezető és a karivosík testvérek. A két asszisztens. Pavlovics nem igazán nagy meggyőződéssel ment az előreíveléshez, Bárkányak elrontják, Kovács és Hornyan dobhatnak a hazaiak. Varga Krisztián. Nem a legszabályosabb volt a bedobás. Mindenesetre Hornyan még egy esélyt ad a szelieknek. Megint Varga. Krisztián. Jankaj. Keresztesi. Pavlovicsot könnyedén szereli le Molnár Erik. Hornyan. Mánya Anders. Egészen Magyarics Ákosik hátra. Ez Mincsicnek jó. Könnyedén le is vette. Rencés. Jankaj, Fuják, Fuják, Saláta Krisztián vele szemben, Fuják, Csel, Fuják már lopja a távolságot, nem csak lopja, hanem be is csempészi a hosszú alsó sarokba, váratlanul jobbal a tök bal lábas. Hát nem tudom, hogy lőtte életében jobbal gólt pályafutása során Vlado Fuják, nem számítottak rá két Saláta sem. Sem Krisztián, sem Kornél. Jól meglepte őket a kapust is. És jobbal a ballábas éles szögből besugintja a hosszú alsó sarokba a vezető találatot, tehát a kupa csapat újabb kupa meglepetés felé. Bár még csak nagyon a meccs elején vagyunk, minden esetre ez megadja a találkozó alaphangulatát, már most a Párkányok már nem várhatnak ki, nem csalogathatják ki a házigazdákat, egyenlíteniük kell. Mincsic. Martinkát leszerelik, Jankaj meg leszereli Molnár Eriket. Fuják vissza, Mincsic. Rencé is kéri, Jankaj. Egész mélyen játszik hátul a defenzív középpályás Luba Jankaj. Fuják. Paulo. Még eléri ám. És ezt most már nem engedte Saláta Kornél, hogy a kis peredi szélső ott fürgén átjátsza őt. Pintér. Molnár. Hornyan. Kovács, rendre feljön a bal hátvéd. A Varga Krisztián vele szemben, és nem értik meg egymást. Nikolas Gyurács
Néz vissza szúrós tekintettel, a fiatal kovács ezt elrontotta. Caprinai Filip. Mincsic. Fuják. Jól zár vissza. Mány Anders és megállítja még időben Fujákat, aki az előbb alaposan befűzte a családtájékat, és megszerezte a vezetést a házigazdáknak. Ez már önmagában szenzáció. Paulo egyébként az előző körben ugye a Celiek az ölvedet verték 11-es párbajban, a Spárkányak pedig Szőgyénben nyertek 2-0-ra. Saláta Kornél is betalált, a visszatérő legenda. Keresztesi, igen, itt várt előnyszabályra Santa, aztán lefújta Hornyán szabálytalanságát Paulóval szemben, aki most átjött a jobb oldalra. Egyébként ez bevett szokás, a két szélső váltogatja a széleket, úgyhogy most Paulo jött a jobb oldalra, Keresztesi balra. Varga Krisztián beíveléssel. Saláta Kornél fejeli ki, ott nem nagyon lesz esély a két salátával szemben. Pedig a visszafutó a rendszés állította meg taktikai szabálytalansággal Varga Tamást. Hornyan. Saláta Kornél. Az öccse már kérte volna megint a jobb oldalon, de fölfut a kapitány. Pintér. Szabályosan szerel kanót. Paulo. Jankai. Visszakapná Paulo, és eddig még jó is, Paulo gyors, Hornyan meg rutinos, még mielőtt a 16-oshoz közelíthette a kis szélső, aki még mindig csak 18 éves. Peredi tehetség, 3 éve Szeliben pallírozódik az akadémián. És bár még játszhatna az U19-ben a korára való tekintettel, ám Mário Hancsik Patrik stabilan számít Hugóra. Fuják jön elvégezni a szögletet. Fuják. Hugo, Paulo visszafújáknak, még lopja a távolságot, még egy igazítás, bizony megnézte a hosszú felső sarkot. Lehet, hogy fél méter tévedett a gólvágó, most a ballal, a jobbik lábával célzott, és bizony ez beakadt volna, hogyha pontosabb a hosszú felsőben, ott már Magyarics Ákosnak nem lett volna esélye, ha ez pontosabb ez a lövés, erről volt benne. Marad az 1-0-ás hazai vezetés. Magyaricstól Hornyán kérjen. Varga. Saláta Krisztián megint a sarokban, a kapitány jó visszacsel, és Micsicnek kell őrködnie. Igazi fejelő ember azonban nem volt bent, hiszen csak egy Gyurács volt ott, aki nem igazán ebben a műfajban menő, mármint a fejelésben, úgyhogy Micsic könnyedén hárított. Fuják! Martinka hiába kéri, nem kaphatja, Molnár Erik őrzi őt, Keresztesi. Pintér. Hornyan. Saláta Kornél. Saláta Krisztián. Ez a csel jó. Keresztesi szerelt.
aki most a bal oldalon van, ugye Paulóval cseréltek az imént. Saláta Krisztián, Molnár Erik, hátrafordul, kénytelen forgatni Hornyánhoz. Kovács kéri, de nem ő kapja. Így viszont ez magas. Mánya Anders tűnt föl itt. Varga Krisztián dobhat. Lerántják, visszarántják, Hugo Paulo fordult volna le. Kovács volt a tettes, Szeri szabadrúgás. Rencés. Beemeli Kanóc felé, előnyösebb helyzetben Hornyán. Hazabólintja Magyarichoz. Nem láttunk még egyébként igazán veszélyes Párkányi támadást, ez a váratlan és picit ravasz találat Fuják gólja alaposan megrodgyantotta Párkányiakat. Kaprinai Filip jól jön ki a kapujából és elcsípi a hosszú indítást Mánya Anders elől. Egyébként Saláta Krisztián kereste volna a szélsőt. Kaprinai Filip játszadozik, 17 éves, még egyszer mondom, és hihetetlenül hidegvérű ember, tehát nyoma sincs semmilyen stressznek rajta, ez ebben a korban egy nagyon jó tulajdonság, úgyhogy a picit erősödne még, és nő nem, miért ne, izmot fel kéne szedni még pár centit, akkor akár magasabb osztályban is védhetne Kaprinai Filip. De hát mondom, kapusnak még csak óvodás, azt lehet mondani. Hiszen 17 esztendős. Na nézzük, Pavlovics fordul le, ez a csel is jó. Pavlovics! Saláta Kornél az utolsó pillanatban. Illetve Hornyán volt az Saláta Kornélt, kicselezte Pavlovics. Hornyánnak kellett meghúzni a vészféket. A harmadik mátyusföldi szöglet lesz. Ezt is Fuják végzi el balról. Mincsic ott van természetesen, és Saláta Kornél fejelte ki. A Rencés is jelentkezett, és bizony neki szánták. Megint Rencés, megint Saláta. Kanóc veszi le. Fuják. Kanóc. Elveszti, beleviszi az emberbe, jöhetnek a Párkányiak. Kanóc érezte, hogy neki kell most taktikailag közbelépni, miután ő vesztette a labdát egy gyámoltalan megoldás után. Pintér. Saláta Kornél. Ez nem jó. Elnézést is kér Korni. A Varga Tamást kereste volna, de csak Kaprinai Filipet találta a Szeli kapuban. Kanóc felé a felívelés. Saláta Kornél, ez nem lesz jó módszer, ha Saláta Kornél felé ívelgetik a labdákat Kanócnak, mert Korni ott nem fogja engedni, hogy a fiatal hazai csatár egyáltalán a levegőhöz jusson. Szeli szabadrúgás, Rencés. Kaprinai, Mincsic. Fuják. Megnézzük este otthon. Jó sport fog járni, jó sport. Nem, a gyerekkel egyenlőd, megnézzük. Paulo. És sikerült labdát szerezni. És mivel azért 30 fokos hőség közeli az időjárás, ezért 23 perc után Santa játékvezető ivószünetet rendel el. Fuják góljával meglepetésre vezet a Mátyusföldi Akadémia felsőszeli tallósa Párkány ellen 1-0-ra a szlovák kupa második fordulójában.
Innen folytatjuk hamarosan.